Az Uni Győr női együttese 7 utánpótláskorú játékossal a keretében kezdte meg az élvonalbeli kosárlabda bajnokság új évadát. A csapat életében nagy változás történt májusban, a vezetőedzői posztot ugyanis a sportág hazai halhatatlanja, a 10-szeres magyar bajnok, 134-szeres válogatott, 2-szeres Euroliga bronzérmes Iványi Dalma vette át, egyszer s mint életében először állt bármely együttes élére trénerként. Nekem a Dalma személyesen az egyik kedvenc magyar kosárlabdázom, szóval szerintem nem csak részemről, de az egész csapat részéről hatalmas tisztelet irányul felé. Dalma nagyon türelmes, és szerintem a fiatalokhoz is nagyon jól viszonyul, úgyhogy tényleg nagyon jó vele dolgozni. Dalma egy nagyon nagy motiváció számunkra, hiszen mind szakmailag, mind pedig emberileg rengeteget tudunk vele tanulni, és nagyon más vele dolgozni, mint az előző edzőkkel, hiszen egyrészt egy női edző, ugye Dalma, másrészt pedig nagyon sokat segít nekem az, hogy magyar és irányító posztú játékos, mint én, úgyhogy én nagyon élvezem vele az edzéseket. Hát a Dalma nekem egy különleges edző, hogy a példaképem is. Azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk tőle tanulni, én is. Nagyon jó vele tényleg, mert annyi mindent tud nekünk tanítani, és ezáltal fejlesztjük magunkat, és így egyénileg is fejlődünk, és akkor a csapat is utána sokkal jobb lesz. Igazából augusztus elején kezdtük a felkészülést, úgyhogy most már lassan több mint 2 hónapja dolgozunk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk, nagyon jól telt ez az elmúlt 2 hónap. Én is nagyon-nagyon vártam már, meg ez egy hatalmas kihívás számomra is. Nagyon motiváltan érkeztem én is, és hál' Istennek a csapat minden tagja, illetve a stábtagok is. Hát én azt gondolom, hogy sikerült egy jó csapatszellemet kialakítani, egy ilyen kis összefogó családdá alakultunk, rengeteget dolgoztunk, de még nagyon sok út van előttünk, és még nagyon sok munka van előttünk, úgyhogy szépen lépésről lépésre haladunk. A győri klub keretében az eddig megszokottnál is több fiatal kapott helyet. Talán nekem egy kicsit jobban is fekszik, mivel hogy ugye az utánpótlásból érkeztem. Pécsett a PVSK-nál nagyon sokáig dolgoztam utánpótlásban, és ez is tetszett meg úgymond a győri koncepcióba, hogy nem rögtön az első évben akartak itt valami nagyon nagy eredményt, hanem tényleg egy fiatal, győri és magyar játékosokra épülő csapatot akartak a vezetők is kialakítani, akik hosszú távon tudnak sikeresek, és hosszú távon tudnak nagyon jó kosárlabdát játszani. Végül is ezen az úton indultunk el az idén, és látszik, hogy a lányok is vevők rá. Tehát nagyon, ahogy mondtam, nagyon motiváltak, nagyon szeretnének fejlődni, egyénileg is és csapatilag is, úgyhogy igazából kellemes a munka. Az tény és való, hogy sokat kell dolgozni, és türelmesnek kell lenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez lesz a legfontosabb, mind a vezetőség, az edzők, mind pedig a játékosok részére is, hogy türelmesnek kell lennünk, és tényleg szépen végigjárni a ranglétrát. Nehéz a feladatom, de én azt gondolom, hogy nagyon szép is. Ugye az elmúlt egy évben kezdett ez bennem érlelődni, hogy szép lassan most már szeretném magam felnőtt csapatnál is kipróbálni. Nagyon tetszik, teljesen más olyan szempontból, hogy sokkal több koncentrációt, sokkal több háttérmunkát igényel. Főleg én azt gondolom, hogy ez a szerda-szombat ritmus azért, amiben a bajnokságot fogjuk játszani, azért az embert próbáló lesz mindenkinek. Én is önmagammal szemben is ugyanezt gondolom, hogy türelmesnek kell lennem. Nagyon sokat kell még tanulnom, én azt gondolom, hogy azért, mert az ember jó játékos volt, vagy van tapasztalata már korábbról utánpótlásban, ez egy teljesen más kávéház, de hál' Istennek nagyon jó segítőim vannak, nagyon jó szakmai stáb vesz körül, és mondom még egyszer csak a csapatra is ki tudok térni, és ki tudom hangsúlyozni, hogy nagyon jó velük dolgozni, mert nagyon figyelnek. Nagyon próbálnak mindent megcsinálni, amit kérünk tőlük, és egyenlőre vevők arra a rendszerre, vagy arra a szemléletre, amit mi szeretnénk kialakítani, hogy egy ilyen utolsó vérig küzdő, harcoló, bátor, gyors és agresszív kosárlabdát játszó együttes legyünk. A vezetőedző tehát elégedett a lányok teljesítményével és hozzáállásával. Elmondta, a következő évadban fontos lesz, hogy élvezetes kosárlabdát játszanak.
Nekünk a legfontosabb az, hogy előrelépjenek a játékosok egyénileg is, és hogy csapatilag is látszódjon rajtunk az a fejlődés a szezon során, hogy egy-két éven belül sikerüljön eljutni mondjuk a legmagasabb szintekre. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk inkább ez a lényeg most, hogy a kezdeti önmagunkhoz képest a szezon végén majd előrébb fejezzük be a bajnokságot, de én azt gondolom, hogy természetesen, hogyha mi keményen dolgozunk, a szerencse is mellénk áll egyszer-kétszer, akkor azért egy olyan csapatunk van, aki már az idén is tud nagyon-nagyon szép győzelmeket szerezni, úgyhogy ezen is dolgozunk.